ez egy rózsaféle. Ez nem látszik rajta. Ha közelről nézzük, ugye ez nem virág, ez egy virágzat. A Völgyhíd Természetvédelmi Alapítvány képviselője mutatja az egyik jellegzetes lápréti növényt a Borszéki utca környékén. A Boglárka napi lepketúrát 10 éve rendezték meg először. A szeles idő most nem kedvezett a pillangók felfedezéséhez, de a jellegzetességeket szemügyre vehették a kirándulók. Ezek a Maroshegy környéki sárréttel rokon láprétek azok a területek, amelyek ebben az aszályos időszakban is nagyon jó vízellátottsággal rendelkeznek. Nyilván nem tocsog, sajnos, de a talajvíz szint sokkal közelebb van a felszínhez, mint másutt, és ezáltal egy gyönyörű virágmező van most is, ahol, ami azért itt másfél hónapja nem esett eső, nem igazán általános. Tehát virágokat, jellegzetes lápréti és lözgyepi növényeket mindenféleképpen fogunk látni. Kovács Gergely hozzátette, érdekesség a mozaikosság, amely a Borszéki utcai láprétekre jellemző. Mint mondja, 3 lépést teszünk és más környezetbe, hangulatba érkezünk. Ha körbe járjuk a helyet, olyan, mint a hatalmas területet bejártunk volna, pedig az összes csak néhány száz méter. Mindenféleképpen az őszi vérfű a sztár. Az egész lepketúra 10 évvel ezelőtt a hozzájuk kötődő 2 lepkefaj bemutatását célozta. Ebben a szeles időszakban nem lehet garantálni, hogy ők mutatkoznak majd, de az őszi vérfű az, amin 2 védett és közösségi jelentőségű lepkefaj táplálkozik, legalábbis a lárvái. Ez a vérfű hangyaboglárka és a sötét aljú hangyaboglárka. Tehát mindenképpen, hogyha sétálunk, akkor azért a vörös pöttyöket keressük, ami a vérfű virágzatát jelenti. Egyébként szürke aszat szokott nagyon szépen lenni, fekete nadájtő. A túra során megtudtuk, a felfedezett növényzet egy része gyógynövény. A lözgyepi növényzet között sok pillangós virágú van, parányi virágok, amelyekhez a közelebb megyünk, láthatjuk, hogy az akác és a borsó rokonai.